házszámot kaptak a külterületi ingatlanok Dalmandon. Sokan már a lakcímkártyájukat is kicserélték. Az önkormányzat már régóta tervezte a házszámosítást. Az idei év folyamán megtörtént a külterületi ingatlanok házszámozása. Nagyon sok lakó le is cserélte már lakcímkártyáját, viszont sok idős ember él a külterületeken, akiknek még nem volt erre lehetőségük. Emiatt a kormányhivatallal egyeztettünk, és a kormánybusz ki fog jönni Dalmandra, és így a helyszínen kiértesítjük a lakosságot. Egy nap alatt megtörténhet a többi lakcímkártyának a cseréje. Amiatt volt ez nagyon fontos számunkra, hiszen bárki orvosi segítségre szorult és mentőt kellett hívnia, sajnos a mentő nem tudta beazonosítani az ingatlan. Azt gondoljuk, hogy ez nélkülözhetetlen a mai világban, életeket menthetünk ezzel, és végre minden lakónak lett az ingatlanának házszáma. A településen idén is folytatódnak a fejlesztések. Tavaly évben nyert pályázatot a Kossuth utcánkban a járdaépítés, amire 5 millió forintot kaptunk az államtól. Jövő héten, hétfőn a kivitelező megkezdi a munkálatokat, melynek költsége már az önkormányzatot terheli. Amiatt örülünk neki, hogy nyert ez a járda pályázatunk, mert nagyon rossz a Kossuth utcánkban nem csak a járda, hanem az úttest is. Emiatt az úttestre, úgy ahogy a tavalyi évben, az idei évben is beadtuk a pályázatot, azt gondoljuk, így lesz kerek egész a történet, hogyha a járdával együtt a legrosszabb úttestünk is felújításra kerülne. Szintén a tavalyi évben nyert az önkormányzat 5 millió forintot játszótér felújítására a Magyar Falu programból. A legkisebbeket hamarosan már egy megújult, korszerű elemekkel felszerelt játszótér várja majd, de a fiatalokra is gondolnak. Számukra egy közösségi teret szeretnének létrehozni, mondja a polgármester. A játékokat megrendeltük, és az itt, ezen a játszótéren lévő elavult és veszélyessé vált játékokat le fogjuk cserélni, hogy a gyerekeket biztonságban tudjuk, és minél szebb és több játékon tudjanak játszani a játszótéren. Dalmandon benyújtottuk a pályázatunkat a közösségi térre, ezért azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk segíteni a külterületen élő fiataloknak is, hiszen nekik sincs semmilyen helység, ahol szabad idejüket eltölthessék. A Dalmandi ZRT-vel egyeztetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy Dalmandon van egy üzlet és presszó helység, amit jelenleg a Dalmand ZRT bérel, így a bérleti jogot átvennénk a gazdaságtól, mivel az állam tulajdonában van ez az ingatlan, átvennénk a bérleti jogot a gazdaságtól, és így talán a vételkor elővásárlási jogot élvezhetnénk, és akkor meg tudnánk venni ezt az ingatlant, és ha olyan pályázat lenne, akkor egy presszót és ifjúsági klubot létrehozni ott a fiatalság számára. A most elballagott középiskolás diákoknak pedig egy apró meglepetéssel kedveskedett a településvezetés. A pandémia miatt ugye a szakközépiskolás diákaink nem tudtak ballagást tartani, ezért úgy gondoltuk, hogy igenis meglepjük őket, hogy érezzék a törődést, érezzék azt, hogy mi tudjuk, hogy nekik fel kellett készülni a vizsgáikra, és adjunk egy kis bíztatást azzal, hogy mindenkinek a kapujára kiakasztottunk egy kis lufit, egy tarisznyát, benne egy kis útravalóval, hogy minél nagyobb kedvel és örömmel menjenek a másnapi vizsgákra. Jelenleg 17 közmunkás dolgozik a faluban. Nagy szükség van rájuk, hiszen a jó időbe köszöntével megszaporodtak a feladatok. Többek között a közterületek rendben tartása és a faluszépítés is sok szorgalmas munkaerőt igényel. Most nagyon-nagyon sok a feladatuk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy maximálisan próbálnak helytállni, szépítik községünket. Új virágládákat készítettek, amit szép virágokkal láttunk el. Amit nem lát a falu lakossága, hiszen most nagyon sok ember nem mászkálhat a faluban, mert otthon tartja a pandémia az embereket. Mindenhol felvirágoztattuk a falut, és szeretnénk, hogyha szebb lenne, és itt szeretném megköszönni nekik azt a sok-sok munkát, amit beletesznek a falu életébe, azért, hogy szebb legyen Dalmand község.